Elindítom a prezentációt is. Valaki esetleg visszajelezne hanggal, hogy látszik-e a prezentáció? Minden működik. Szuper. Köszönöm szépen. Annyi igen a gond, hogy a prezentáció közben én nem igazán látom a chat ablakot, de igyekszem azért, úgyhogy remélem, hogy minden rendben lesz. Úgyhogy a mai nap ugye a színek jövőjével kapcsolatban fogok előadást tartani. Ezeket már elbeszéltük. És azt még fontos hozzátennem, hogy nagyon örülök, és köszönöm szépen ezúton is az LTBTK-nak a támogatását, mivel ugye óraadóként veszek részt az egyetem életében, és ennek köszönhetően a kutatók éjszakáján ezt az előadást is megtarthatom. Azt fontos hozzátennem így felvetésként, mert én általában rögtön inkább az a típus vagyok, aki beleugrik, és már elkezdeném mondani, hogy milyen ruhát és hogyan szeretnék készíteni, de érdemes egy picit visszalépnünk, hiszen megnézni azt, hogy egyáltalán én milyen pozícióból beszélek erről a témáról, szerintem ez nagyon fontos, hogy hozzátegyük, illetve mindaz, ami a divatiparban és a textiliparban jellemző probléma, vagy jellemző tendenciák, azt azért érdemes röviden összefoglalnom, természetesen átfogóan már erről nem tudunk beszélni, hogy egyáltalán kontextusban helyezhessük azt a kérdést, hogy szerintem miért fontos most a színeknek a jövőjével foglalkozni. A mai nap folyamán kifejezetten a színekkel olyan kapcsolatban foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy hogyan, miképpen festenek meg textileket, a ruháink hogyan nyerik el azt a színeket, amit mi aztán megvásárolunk, és ami mondjuk megtetszik nekünk, és használni fogjuk, és ez számtalan módon ugye hatással van az életünkre, a bőrünkre, a testünkre. Az én pozíciómról annyit érdemes tudni, én az ELTE BTK-n végeztem jó idővel ezelőtt a média és kommunikáció tudomány szakon, és később a MOMEN pedig design és művészet menedzsment képzést végeztem. Ezt egészítettem ki később most egy női szabó képzéssel, ami ahhoz volt szükséges, hogy a jelenleg aktív stúdióban tudjak a ruhákkal még inkább foglalkozni. Ezt egyéni kutatásokkal egészítem ki azóta, mert jelenleg a szabadúszó óraadói tevékenységemen kívül most nincsen fix kutatói bázisom, és tehát összefoglalóan gyakorlatilag edukációval, ruhagyártással foglalkozom, és az erősen a fenntarthatóságra fókuszál. Ezt megelőzi egy jó 10 éves kulturális menedzsmenti háttér, ami főleg az a kortárs előadó művészetben volt aktív. Amit kifejezetten szeretek kutatni és érdekel, az egyrészt az, hogy milyen anyagokat használhatunk, hogyha szeretnénk előrelépni kicsit a fenntarthatóság irányába. Ezt kiegészíteném az innovatív és az experimentális kifejezésekkel. Nagyon sok olyan anyag van, ami rendelkezésünkre áll, csak egy kicsit át kell alakítani a gondolkodásunkat azzal kapcsolatban, hogy ez mire is felhasználható. Ez természetesen így van a divatiparban is. Ezen kívül nagyon érdekelnek azok a kapcsolatok, hogy kis térségünkben, vagy hogyha ezt a lehetőséget nem engedik, akkor legalábbis európai viszonylatban milyen szinten tudunk együttműködni. Természetesen, amikor én ezekről beszélek, akkor a mai napon főleg, de egyébként is általában a textil és divatiparon belül értem ezeket a kapcsolatokat. Az ELTE-n kívül, ami egy fontos helyterem még, hogy van egy műhelyünk, egy stúdiónk, ahol ruhakészítéssel foglalkozunk, és tervezéssel. Különböző módon próbáljuk az embereket ösztönözni arra, hogy megismerjék jobban a ruházkodást, a hátterét, a gyártási folyamatokat, a textileket, és minden olyan ehhez kapcsolódó szempontrendszert, ami fontos ahhoz tudni, hogy tudatosabb vásárlók lehessünk, illetve a jövőnkre nézve pozitív hatást érhessünk el együtt. A néhány fotót mellékeltem.
együttműködésünk van más szervezetekkel, külső helyszínekkel, illetve igyekszünk mindenféle kulturális és szociális projektekben is részt venni. És gyakorlatilag, és ezt általában értem egy pozitív hozzáállásként, hogy mi onnan közelítettük meg azt, hogy hogyan lehetne a divatipart fenntarthatóbbá tenni, hogy megpróbáltuk a saját működésünket megvizsgálni ilyen szempontból, és bizony, amikor az ember kritikusan elkezdi szemlélni a saját szakmai működését, rájön, hogy számtalan ponton egyáltalán nem érvényesülje ez a dolog, és ezt követően lépésről lépésre próbáltuk elkezdeni, és ez sikerült is, legalábbis a lépéseket tesszük továbbra is, hogy lépésről lépésre próbáljuk módosítani ezt a folyamatot. Azt, hogy mennyire vagyunk még fenntarthatóak, illetve mennyire próbálunk ebben az irányban elmozdulni, azt azáltal is próbáljuk szemléltetni, hogy milyen partnerekkel dolgozunk együtt. Szerencsére már ez alapján kapjuk a partneri megkereséseket is, illetve nagyon-nagyon sokat foglalkozunk edukációval, mind felnőttek, mind pedig iskolások vagy kisgyermekek részére. Az, hogy miért is beszélünk arról, hogy a divatipar milyen hatással van a földünkre, illetve hogy mi emberek milyen problémákat okozunk a földünk számára, azt szerintem érdemes olyan szempontból a kontextusba helyezni, hogy ezzel az állítással azt feltételezzük, hogy hatással vagyunk, igen, és erős hatással vagyunk a földünkre, és szerepünk, illetve felelősségünk van abban, hogy mi fog történni a bolygónkkal. Ez szerintem nagyon fontos kiemelni, mert ez önmagában nem evidens. Ha ezt innen közelítjük meg, ebből a nézőpontból közelítjük meg a problémákat, akkor ugye azon a logikai vonalon menve azt eredményezi a gondolatunk, a gondolkozásunk, hogy felelősségünk van abban, hogy ezeket a negatív folyamatokat megfordítsuk, vagy jobbá tegyük. Ami még fontos, hogy hozzátegyem, hogy az elmúlt években, 2-3 éve mindenképpen, de már akár egy évtizedet is mondhatunk, erősen érezhető a fenntartható divat iránti igény erősödése. Egyrészt ugye nyilván azt hozzá kell tennem, hogy én is egy bizonyos buborékon belül létezem Budapesten, és ott természetesen ez felülreprezentált, de mind a médiában, mind pedig szervezetek szintjén, lassan pedig egészen magas szinteken, akár szabályozási jogi szinten is egyre inkább megváltoznak, vagy erősödnek olyan irányvonalak, amik támogatják azt, és segítik azt, hogy a divatipar változhasson. Azt is fontos szerintem még tisztázni, hogy egyáltalán a divatot, mint szót, milyen értelemben használom. A jelen esetben, én minden esetben arra a divatot arra értem, hogy a ruházkodásunkban, illetve a textil és divatiparban milyen tendenciák mutatkoznak. Tehát én erre fókuszálva beszélek, illetve használom ezt a szót. Természetesen bármilyen más területen beszélhetnénk divatról. A másik része pedig ugye, ami szerintem sokakat érdekel, és ez sem evidens természetesen, hogy én a színek jövőjéhez kapcsolom a fenntarthatóságot, mint kifejezést. Én azért teszem meg ezt, mert azt a gyakorlatilag az előadás megszületését is az ösztönzi, hogy szerintem, de sokak szerint a jelenlegi tendenciák ugye negatív irányban hatnak a környezetünkre, és ebben nagyon nagy szerepe van a textil és divatiparnak. Amennyiben ezt elfogadjuk, akkor gondolhatunk arra, hogy egy fenntarthatóbb irányba kellene a divatot elmozdítani. És mivel a divat szót, vagy a divat kifejezést már a magam számára helyre raktam, ezért a fenntarthatóságot is meg kell vizsgálnunk. A fenntarthatóságunk kifejezés és az ezzel kapcsolatos egyébként első megjelentő cégek meg trendek nem az elmúlt években alakultak ki, gyakorlatilag a fast fashion-nel egy idős szinte. 87-ben már egy magas szintű konferencián is ezt a szót elemezték és megjelent, de maga a fenntartható fejlődés már korábbi évtizedben is egyébként elhangzott.
A kicsit kontextusba helyezve még néhány olyan adalékot tennék hozzá, hogy miért, vagy milyen felületeken lehet esetleg tájékozódni ezek kapcsán, illetve szerintem mik azok a fontos körülmények, ami mentén vizsgálhatjuk. Az egyik egyébként a Sustainable Development Goals, ez a fenntartható fejlődésnek a célkitűzései. Minden oldalon, ahogy az elején is említettem a dián, megtalálhatóak a források, a honlapok, esetleg le tudjátok jegyezni, vagy utólag, hogyha a videó felkerül majd a BTK-nak az oldalára, akkor onnan is majd ezek elérhetőek lesznek. Fontos, hogy minden olyan helyen, ahol valahonnan idézek, vagy valakitől egy fotót, vagy valamilyen kifejezést átvettem, hogy bemutathassam őket, ezeken a szlájdokon jelzem a forrást. Ahol ezt nem jelzem, az egy saját tartalom. Ezekben a fenntartható fejlődési célkitűzésekből néhányat kiemeltem. Azokat emeltem ki, amik szerintem közvetlenül összefüggnek a festési módszerekkel, a ma jellemző festési technikákkal. Ebből az egyik a gender, vagy a nemi egyenlőség. Ezt azért emeltem ki, mert tudvalevőleg nagyon sok nő foglalkozik, vagy foglalkoztatnak a divatiparban, és jellemzően nem jó körülmények között. A tiszta víz és a megfelelő higiéniai körülmények, megfizethető és tiszta energia, illetve az élet a víz alatt, itt kifejezetten a tengerek, óceánok, illetve élővizeinek a tisztaságára utalnak. Ezek mind szorosan összefüggnek a mostani festési módszerekkel. A másik nagyon jó forrásnak tartom a Pulse of the Fashion Industry kiadványait. Egyébként ezeket folyamatosan frissítik, csak ezt az adott oldalt én ebből a kiadványból emeltem ki. Gyakorlatilag most már, és itt említhették nagyon-nagyon sok szervezetet, felületet, rengeteg olyan rendszerezés van, ami segít nekünk abban, hogy egyáltalán milyen problémákat kell viselni a textilipariparban. Nagyon sokan, ahogy általában én is egyébként logikailag, hogyha megpróbálok ilyen problémákat végignézni, akkor egy divatipari terméknek a gyártási folyamatát veszem alapul. Azért nagyon jó egy ilyen gyártási folyamaton végigmenni, és azért említem, mert itt is gyakorlatilag ezt teszik, mert lépésről lépésre át tudja gondolni az ember, hogy hol mi jellemző most, és mit lehetne megváltoztatni. Ehhez én is egyébként csináltam egy saját szubjektív összeállításgyűjtést. Ezt azért tettem meg, mert ahogy olvasok, kutatok több irányban, így azt látom, hogy hasonló rendszerekben elemzik a divatipari termékek a lépés, és ezáltal a problémákat. Vannak összefüggések és természetesen különbözőségek. És ezek alapján én elkezdtem saját magam számára egy ilyen, mondom, teljesen szubjektív módon szempontrendszereket, illetve ilyen kis alegységeket összeállítani. Ez nekem abban segít, hogyha valamivel foglalkozom, akkor és teljesen elveszek az adott folyamatban, és nem tudom, hogy hogyan lépjek előre, akkor gyakorlatilag ezt teszem elő, és ezzel alapján próbálok egy folyamaton végigmenni. Ezeket most részletesen nem akarom kielemezni, hiszen ezt mindenki saját magának felállíthatja, de és ráadásul a végtelenségig tudnánk bővíteni. Azt mindenképpen elmondhatom, és ezért is hoztam be ebbe a prezentációba is, hogy a festés, a textileknek, illetve a ruháknak a festése itt is gyakorlatilag tetten érhető ugye számos ponton. A dizájnnál, a gyártásnál mindenképpen, és egyébként ami nagyon-nagyon fontos, hogy a ruhák utóéletét is kövessük, és a jövőben ezt fogja mindenféle rendszer előirányozni egyre inkább. Ott is természetesen ugyanilyen fontos és kiemelt, hogy milyen festékeket használunk, az milyen hatással van a környezetünkre, illetve ránk. Néhány trendet kiemelnék a fenntarthatósággal kapcsolatban, ami most jellemző a divatiparban. Az egyik az az innovatív bőrök és természetes festés. Ez szerintem mindenki különböző cikkek formájában már találkozott ezzel a témával. Újrahasznosított alapanyagok, természetes alapanyagok és vegyszermentesség. Itt már igen erősen megjelenik a festékeknek a szerepe is. Egyébként itt a festékek szerepe természetesen a bőröknél is nagyon fontos. Technológiai innováció és a kiegészítők új típusú alapanyagokból. Tehát ezeknél a pontoknál, amik szerintem most nagyon erős trendek, mindegyiknél vizsgálhatnánk a festékek szerepét is.
Az előbb volt egy kicsi idézet a Future Fabrics Expo-tól. Ezt még azért hoztam, az ő szempontrendszeréket emeltem most itt ki, mert szerintem nagyon jól összefoglalja, és ez most több ponton majd meg fog jelenni a prezentációban, hogy melyek azok a kifejezetten fontos pontok, amit a festékek szerepében vizsgálhatunk. Amit még háttérként szeretnék említeni, az pedig két fontos minősítés. Ezt pedig azért teszem, mert ugye nagyon-nagyon nehéz utána néznünk, illetve gyakorlatilag valamilyen információt szereztünk arról, gyakorlatilag szinte lehetetlen, hogy milyen festékek vannak a ruháinkon. Egyébként a kettő olyan minősítés van, ami szerintem ezt azért viszonylag minősített módon és nemzetközileg is elfogadott módon kezeli, tehát ezt tudjuk egy ilyen alapként kell legalábbis figyelni a ruhák szempontjából, és azért emelem ki pont ezt a kettőt, mert kifejezetten az összes többi részét a gyártási folyamatnak, így a festést is minősíti. Ebből az egyik a gönc. Itt kiemeltem azokat a részeket, amelyek kifejezetten már a festésre is vonatkoznak, illetve a másik az ökotex. Ezeket szerintem érdemes mindenképpen ismerni. A kettő még olyan trendet, vagy jellemző, hát a trend jobb szó nem jut eszembe, a szót emeltem ki, ami összefügg a festékekkel, illetve a színekkel. Az egyik az ökoszorongás, amit már nagyon sok szempontból vizsgálnak, és szerintem erősen hatással lehet ez a tendencia, vagy nem is tudom, hogy a trend az jó szó-e, ami erősen hatással lehet arra, hogy a divatipar milyen irányba fejlődik. A másik pedig a biodivat kifejezés. Ez egy kicsit félrevisz, hiszen a biodivatot nagyon sok esetben egyébként étkezésnél használják, de nagyon sokszor így az én agyamban is átvált, hogyha ezt a szót kifejezést használom, szinte már olyan divatra vagy ruházkodásra asszociálok, ami valamilyen szinten a biológiával összefügg, vagy esetleg természetes alapanyagokat, környezetünkre pozitívan ható alapanyagokat vesz figyelembe. A színek, tehát ugye, amit az elején említettem, én a színeknek az előállításával foglalkozom ebben az előadásban. Jelenleg olyan nagyipari módon állítják el főként a színeket, amikkel ugye a ruházatainkat színezik, melyek rengeteg káros anyag kibocsátásra járnak, ráadásul az élővizeinek egyik nagy részét beszennyezik. Ezek a dizájntól, tehát hogy mindenféle lépésben tetten érhetőek ezek a vegyi anyag használatok. Természetesen most is jellemzőek hagyományos festési módszerek, de olyan mennyiségben készülnek a ruhák, és itt főleg a mennyiségen van a hangsúly, amihez már jellemzően most nagyon nagy mennyiségű vegyi anyagot használnak. Egy jó példaként, illetve további kutatásként javaslom mindenkinek, hogy a Goldberger Textil Múzeumban majd, hogyha tud, látogasson el. Szerintem nagyon jó kiállítási alapanyag van. Egyébként régebbi, hagyományos, illetve archaikus festési, illetve ruhaszínezési módszerekről. Úgyhogy javaslom majd ezt, hogy ha esetleg valaki szeretne ebben egy kicsit elmélyülni, akkor mindenképpen látogasson el hozzájuk. A színek előállítása kapcsán egyébként ugye már említettem a mennyiség, illetve a vegyi anyagkibocsátás, valamint a vízszennyezés problémáját, de vannak még azért további problémák. Ezeket gyűjtöttem össze, ami szerintem leginkább összefüggésben hozható a színek előállításával, és azért fontos ezeket összegyűjteni, mert azokat a példákat, amit már hoztam, azok gyakorlatilag erre reflektálnak, és ezeket segítik. Ezek az irányvonalak, amiket bemutatok, én ugye újként mutatom be, vagy újszerűnek hatóként, de gyakorlatilag mindegyiknek van valamilyen hagyománya, visszavezethető régebbre, tehát nem olyan tendenciák ezek, amik napjainkban születnek meg, hanem a divatiparra helyeződő fókusz miatt szerintem egyre inkább mindenkinek a látókörébe kerülnek. Hogy egy nagyon egyszerű példát említsek, az, hogy hogyan alakulnak át a ruházkodásról, illetve
a divattermékekről kialakult képünk. Például szerintem az is egy változás, hogy egyre inkább jellemzőek lesznek ilyen patchwork-szerű színkompozíciók. Ezek ugye azért alakulnak így, mert nagyon sokan meglévő alapanyagokat mixelnek, dolgoznak össze, és gyakorlatilag ezáltal hoznak létre egy új terméket. Természetesen ez teljesen egy mechanikus módszer, de mint gondolatmenet mindenképpen nem szerettem volna felvetni. Jellemző ugye, ahogy az előző képen is látható, hogy nagyon-nagyon sok meglévő nyersanyagunk van, ez lehet mind természetes vagy szintetikus. Gyakorlatilag ez az egyik legerősebb tendencia, hiszen nagyon sokat fel tudunk használni. Ez még nem kifejezetten a színekre fókuszáló projekteket mutatja be ez a rész, de az, hogy milyen nyersanyagaink vannak, és azokat hogyan használjuk fel, azt szerintem nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy a jövőben milyen színű, milyen anyagaink lesznek. Az egyik finn cég, amit szeretnék bemutatni, akik egyébként egy saját indiai partnerrel, illetve ottani gyártással működnek, ők nem is csak önmagában a használt alapanyagot gyűjtik össze, és azt használják fel, hanem gyártási folyamatok során képződött hulladékot, textil hulladékot dolgoznak újra, teljesen gyakorlatilag a fonától kezdve, és ebből új anyagot hoznak létre. Azért is említem őket, mert szerintem azért nagyon jó példa ez a cég, mert ők kifejezetten a vegyi anyagokat, illetve a festéknek az alapanyagaira is nagyon odafigyelnek. Ez nagyon nehéz egyébként ezen a vonalon, ahol meglévő hulladékanyagokat használunk fel. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon összetett és nagyon sokszor igen drága folyamat. Kettőt említek még, már csak a színek meghatározottsága miatt, illetve hogy milyen trendek jellemzőek, és ezek is biztosan befolyásolják majd a ruházatunknak a színeit. Az egyik a kaktuszföld, ez a Deserto innovációja, a másik pedig az Econil, ami ugye óceán szemétből készít alapanyagokat. A következő, ez már egy konkrét tervezői, inkább egy experimentális projekt. Ez a hölgy organikus maradékanyagokat használ föl, és ezt kombucsa kultúra segítségével készít ruhákat, illetve kiegészítőket. Azért érdekes szerintem, mert ő például kifejezetten fekete darabokat készít. Ide mellékeltem egy videót is, de most az időrövidsége miatt ezt nem néznénk meg. A következő említés az a Mikotex. Itt még nincsen kész alapanyagok, ami megvásárolható. Ezek közül a projektek közül nagyon sok egyébként ilyen kutatói fázisban van. Van, amelyik már nagyipari termékként is, tehát hogy nagyon mennyiségben is megvásárolható. Azt ígérik, hogy a következő évben már megvásárolhatók az anyaguk. Ők egyébként kifejezetten gombák irányából közelítik meg a ruhakészítést. Azt ők sem a színekre fókuszálnak annyira, de azért említem itt, hiszen azért ez az innovációs irány is erősen meghatározhatja azt, hogy milyen az alapanyag, milyen a színe, milyen az érzete. A következő fontos szekció a természetes alapanyagokból való szín előállítás. Szerintem ez az a rész, ami leginkább mindenkihez közel áll, és amiről a legtöbb tudásunk van. A természetes alapanyagú festésnél egyébként ami nehézség, az pont a mennyiség. A Frive Bio erre már kialakított egy stratégiát, ők kifejezetten növényi festéssel organikus alapanyagokat festenek meg, és akár egyedi tervezők vagy nagyobb cégek is tudnak tőlük rendelni. Van most egy izgalmas új projektjük, együttműködésük, ami kifejezetten az indigo festést, bocsánat, ott van egy elírás, az indigo festést használják, és ezáltal hoznak létre divatipari termékeket. Egy másik említés, próbáltam mindenféle területről hozni példákat, nagyon-nagyon sok ilyen példa van már, tehát amiket én most kiragadtam a mai előadásba, az néhány hozzánk közel álló, vagy amit egy picit volt szerencsém jobban megismerni, de természetesen már nagyon sok más példát is hozhatnánk. Mind itthonról, mind pedig nemzetközi cégektől. Ez egy vietnámi csapat, egyébként a tervező már Európában él. Ő kifejezetten egy tradicionális festési technikát ötvöz az ő tervezésével.
A Dialogs Design-t is említeném, egy kifejezetten színkutató projekt, egyébként egy magyar tervező Berlinben él, magyar tervezőnek a munkája, és nagyon kíváncsian várom, hogy ezek a kutatásai, ami egyébként kifejezetten az étkezési hulladékra fókuszálnak, tehát valamilyen szinten a hulladékmenedzsmenttel is foglalkozik, hogy milyen irányba és milyen mennyiségben tudja ezt majd hasznosítani. Említek egy másik példát is, a La Flor de Temp, ez egy olyan márka, amely sejmet fest meg kifejezetten kézzel gyűjtött virágokkal, növényekkel, és ezt egy gőzölési technikával festi meg. Természetesen a festékeknél egyébként szerintem még ami nagyon szép, de ez más festési technikáknál is természetesen igaz lehet, hogy a nappal, az oxigénnel érintkezve a ruhák színe idővel változik. Szintén egy magyar példa, az előző tervezője, az előző kettő említett tervező is magyar származású, magyar, a botanika, itt pedig kifejezetten szintén növényi festéssel készülnek ruhák. Egy másik irányvonal, ami hozzám a legközelebb áll, és igazából ez a részen vagyok nagyon kíváncsi, illetve vagyunk nagyon kíváncsiak sokan, hogy hogyan fejlődnek ezek a technológiák. Itt fontos megemlítenem egy kifejezést, a bakteriális festést, mert ez elő fog fordulni néhány következő példánál. Gyakorlatilag nagyon sok olyan kutatás létezik most, amely arra fókuszál, hogy baktériumok segítségével hogyan lehet színeket előállítani. Ez ugye önmagában teljesen más technológiai, teljesen más folyamat, mint ahogy most vegyi anyagokkal készítenek színeket. A bakteriális festésnél, amit még érdemes kiemelni, mert nagyon sokszor, amikor ezt mesélem valakinek, akkor az első kérdés az, hogy na igen, de a test és a baktériumok találkozása az nem gond-e. Természetesen olyan festési módszereket próbálnak kikísérletezni, és ebben van ugye a legnagyobb probléma, egyrészt ami ugye egészségre ártalmatlan, ennek vannak különböző minősítései, illetve a másik pedig az, hogy nagyipari mennyiségben is, tehát olyan mennyiségben is, vagy olyan méretben is lehessen hasznosítani, ami most jellemző a divatiparban. Erre egy jó példa a Faber Futures, nekik nagyon izgalmas projektjeik vannak, és itt kiemeltem például egy a Color Coded projektjüket, egy kiállításban is megtalálható az ő bakteriális úton előállított pigmentjük, ennek kivonata, nagyon sok más izgalmas projektjük is megtalálható a weboldalon, és ők nagyon sokat foglalkoznak festékkel, és ezáltal kifejezetten a színeknek az előállításával. Azért is nagyon fontos, vagy izgalmas példa szerintem a bakteriális festés, mert önmagában itt a baktéri, tehát az, hogy hogyan állítják elő a festéket, illetve milyen folyamat által, az meghatározza azt is, hogy milyen színeket kapunk a végeredményként. Ezt említem itt pont a Vienna Textile Labnél, ahol kifejezetten, most egyet hoztam csak példaként, de a baktériumoknak különböző nevei vannak, ugye különböző színeket tudnak létrehozni, és itt említeném azt, hogy egyébként bakteriális festés úton természetes és szintetikus anyagokat is tudnak színezni, és az az izgalmas szerintem, ami hozzám tényleg a legközelebb áll, hogy különböző színeket különböző módon lehet előállítani, valamelyiket könnyen, tehát valamelyiknek már egészen nagy kutatási háttere van, és valamelyik szín pedig nehezebb. A Postcarbon Lab szintén egy olyan csapat, akik ilyen irányban kutatnak Londonban, és itt ami izgalmas még, hogy náluk megjelent egy másik téma, és ez a fotoszintetizáló rétegnek a létrehozása, ők ezzel is kísérleteznek. Itt is mellékeltem néhány videót, de sajnos erre most nem lesz időnk. A másik egy nagyobb cég, a Colorifix, akik kifejezetten pigmenteket rögzítenek biológiai folyamat által, így határozzák meg az ő folyamatukat. Egyébként azért is a fenntartható divat felől közelítette meg a mai kontextust, mert nagyon sok ilyen cég, aki kutatja ezeket a színeket, illetve festékállításokat, maguk is egyébként ilyen a divatipari problémákra reflektáló képeket, illetve szövegeket, információkat helyeznek a weboldalukon. Nagyon sok mert ez egyébként ezekről az oldalakról tudok én is megtalálni.
És akkor még egy példát említenék, a Pilibiót, ők is, ahogy meghatároznak biotechnológiai módszerekkel készítenek festékeket, és egyébként ezekre a csapatokra jellemző, mindenhol megtalálható weboldalukon, hogy nagyon nyitottak kollaborációra, nagyon, egy olyan kutatói fázisban vannak többnyire, ahonnan még nagyon sok felé elmozdulhat a munkájuk. És akkor a vége felé egy picit más példát hoztam még, hiszen nem csak természetes alapanyagokkal, illetve baktériumokkal tudunk festeni, nagyon sok olyan technológiai újítás is, és szerintem ebből egyre több lesz, létezik már, ami teljesen alapjaiban átalakítja szerintem a színekről való gondolatainkat. Ez a kabát, szerintem talán még ezt a videót akkor meg tudnánk nézni, a fényre reagál, illetve magába gyűjti a fényt, és egészen sokáig tud világítani. Úgyhogy igen, szerintem ezt az egy rövid videót megnézhetnénk, és akkor még utána lesz időnk a kérdésekre. És a végére még egy gondolatot szeretnék majd hozzátenni, hogy nem elég az, hogyha vagy a festék, vagy a szín előállítása fenntartható, ami most jellemző, és amivel én nagyon sokszor találkozom, hogy már valamelyik részére találtak jó megoldást, vagy elindult valamilyen vonalon, de mivel például a festés módszer még teljesen a mostani vegyi anyagok által és környezetünkben igen nagy terhet róvó módon készül, ezért gyakorlatilag az alapanyagnak a jóságát kicsit lerontja. Egyébként ebben segít, amit itt visszautalnék a minősítésekre, amelyek megpróbálják ezeket az összetett folyamatokat és minden részeket elemezni. Itt említenék egy magyar példát, illetve ugye a bőr vagy nem bőr kérdés is szintén egy nagyon fontos trend, hogy nagyon sok tervezőnél már olvashatunk arról is információt, hogy azok milyen alapanyagot használnak, miért bőrt vagy miért nem azt az anyagot, miért természetes, miért szintetikus, de arra is kitérnek, hogy hogyan készítik ki ezeket a bőröket, vagy milyen plusz anyagok kerülnek rá. Illetve a mai előadás végén még összegyűjtöttem néhány linket. A fentiek azok kifejezetten a festésre, a festékek színek jövőire fókuszálnak, illetve néhány olyan forrást, ami pedig segíthet abban, hogy a divat és a textilipar jelenleg, illetve jövőbeli helyzetét jobban megismerhessük. Illetve egy záróképként a River Blue című dokumentumfilmből hoztam egy fotót. Gyakorlatilag
azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy a jövőben az lenne a célunk, hogy ne a környezetünk színeződjön meg ilyen formán a ruhafestés által, hanem olyan izgalmas és hozzánk is esztétikailag, érzelmileg minden szempontból közel álló színek jöhessenek létre, amik a boldogságunkat, illetve a ruhák szépségét szolgálják. És mivel ma Black Friday van, nem hagyhatom ki ezt a lehetőséget, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy mennyire fontosak a döntéseink a jövőnkre nézve, és a Fashion Revolution nagyon erős kampányt folytat, illetve sok más szervezet is, a WWF-et is említhetném a mai napon, hogy tudatosan gondoljuk át a ruházkodást, illetve a vásárlást, a ruhavásárlást, és ebben remélem, hogy az előadást követően a jövőben most már a színekre és a festési módszerekre is még inkább fogunk tudni fókuszálni. Köszönöm szépen, részemről ennyi volt a mai előadás, és próbáltam még egy pici időt így tartani a kérdésekre. Úgyhogy nyugodtan, hogyha bárkinek lenne kérdése az előadással, vagy bármivel kapcsolatban, akkor nyugodtan most felteheti. Akár írásban is nyugodtan. De ha nem lenne kérdés, akkor még annyit hozzátennék, hogy érkezett közben egy kérdés. Egy pillanatra még, bocsánat, visszateszem a megosztást, mert elfelejtettem mutatni, hogy természetesen a jövőben is bármikor itt van egy e-mail címem, ezt szerintem sokak láthatták, bármilyen közösségi média felületen is egészen nyugodtan keressenek meg kérdésekkel kapcsolatban, hogyha tudok, akkor segítek, vagy együttműködhetünk. És akkor gyorsan nézem a... Tudunk-e otthon anyagot festeni környezetbarát módon? Igazából igen, főleg a természetes alapanyagokat viszonylag könnyen meg lehet festeni. Erre vonatkozóan egyébként elég sok ilyen tutoriál videó megtalálható. Ebben a folyamatban egyetlen egy, ami egy picit terheli a környezetet, de ezt nem igazán tudták még kivenni a folyamatból, az a Team Show. Nyilván ilyen mennyiségben nem nagy mértékben terheli meg a környezetet, de azt azért hozzá kell tennünk, hogy ez nem túl környezetbarát anyag. Minden szint elő lehet állítani környezettudatosan, vagy van olyan, amit nem. Ahogy én tudom, legalábbis egy-két ilyen csapattal meg volt szerencsém találkozni, azt tudom, hogy a bakteriális festésnél bizonyos színeket sokkal könnyebb előállítani. Van olyan szín, azt hiszem az egészen fekete, amit nem igazán, tehát amit nagyon nehéz. Vannak olyan színek, ezek a kékes, lilás, sárgás színek, amiket a fotókon is láthattunk, azokat viszonylag könnyen elő tudják állítani. Ugye nagyon labor most ezen dolgozik, és vannak már cégek, akiknek ezek a nyilván levédett technológiájuk már létezik, tehát, hogy már elő tudják állítani. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel tudtam-e válaszolni erre a kérdésre, de ez az alapvető különbség. Baktériummal, ugye azt említettem, lehet szintetikus és természetes anyagokat is festeni, szerintem ez az izgalmas benne. Természetes alapanyagokkal csak természetes anyagokat tudunk festeni. Van esetleg még bármilyen kérdés szóban vagy írásban, akkor még nyugodtan még belefér egy pár perc. Még kaptunk egy hozzászólást, ezt felolvasom. Ajánlom mindenkinek Urbánfi Terézia munkáit. Facebookon látható is, gyűjti a természetes pigmenteket hordozó növényeket és textileket fest vele. Igen, köszönjük szépen. Ez abszolút egy olyan tendencia, amire szerintem is nagyon jó tervezői példák vannak. Ugye én is ma kettőt mutattam, azt hiszem összesen kettőt, és akkor Urbánfi Teréziát javasolták még pluszban. Igen, abszolút szerintem ráadásul az ilyen tervezőknek nagyon sokszor nagyon sok információ megtalálható, van, aki tényleg ilyen videókat is készít,
a gyártás kapcsán, vagy a készítés kapcsán, és ez szerintem egyébként jellemző, hogy nagyon nyitottak is ezek a tervezők. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy egészen nagy cégek is nagyon átlátható módon, és nagyon szívesen kommunikálnak információkat. Köszönöm szépen, közben kaptam néhány visszajelzést, és nagyon örülök, hogyha inspiráló volt. És még egyébként van még néhány percünk, hogyha bárki ír kérdést, akkor azt nagyon szívesen még megválaszolom. Remélem, hogy mindegyiket láttam. Még gyorsan visszanézem. Úgy látom, hogy már nincs. Úgyhogy én akkor így végszóként csak tényleg mindenkit arra biztatok, hogyha ruhákat vásárol vagy választana, akkor próbáljon ezen túl minél inkább a színekre és a festékekre is fókuszálni, és ezekről is kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen még egyszer, és akkor további nagyon szép napot kívánok mindenkinek.